Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Felig könyveslog csatornája. A mai videó a februári összegző lesz. A februári hónap a rövidsége ellenére számomra egy kifejezetten jó olvasási hónap volt, hiszen 14 könyvet fejeztem be, szóval elég sokat olvastam, és változatosan is olvastam, és nagyon jó könyvek is voltak közte. Ebben a videómban nem fogok minden könyvről beszélni, hiszen voltak olyan könyvek, amiket már mutattam korábban, emiatt nem akarom magam ismételni, hiszen ezekben a videókban beszéltem róluk, de azért mindenféleképpen meg fogom őket mutatni nektek. Kezdjük is a sort azokkal a könyvekkel, amelyeket már láthattatok korábbi videóban, és jön egy kis krimi szekció, hiszen olvastam női szerzős magyar krimiket egy kihíváshoz, amit pont az előző videóban láthattatok. És februárban olvastam el Cserháti Évának a Sellő titka című könyvét, amely a Kéz eseteinek első könyve, ez egy sorozat darabja, és a Kéz egy kiszuperáltak és zöldfüliek társaságát takarja, de egyébként egy profi nyomozó csapatról van szó, akik a rendőrség berkeiből szerveződtek újonnan, Teleki Nagy Judit őrnagy irányítása alatt, és hirtelen a mélyvízben is találják magukat, hiszen gyilkosság történik Budapest utcáin. Először egy közgazdást lőnek tarkón, aztán utána egy művészettörténésszel is ugyanilyen módon végeznek, és ennek a csapatnak kell kinyomozni, hogy ki a gyilkos. Ez egy kortárs magyar közegben játszódó krimi, de van egy erőteljes történeti szála, amely visszavisz minket a görög polgárháború időszakába, és belelátunk a polgárháborúba, illetve azoknak a családoknak az életébe, akik partizánként harcoltak, és annak a több ezer gyereknek is belelátunk a sorsába, akiket a kommunisták kimenekítettek a polgárháborúból, és a különböző szocialista országok között osztottak szét. Magyarországra is több ezer gyerek került ilyen módon, és az ő történetükről is olvashatunk ebben a könyvben. Én nagyon élveztem ezt a krimit, minden vonatkozását, a nyomozás része is nagyon jó volt, ez a görög történeti vonal is nagyon-nagyon jó volt, és azt is szerettem, hogy a görög polgárháborúról nem a férfiak szemszögén, hanem a nők szemszögén keresztül láttunk bele, és ez még inkább szívszorító volt, úgyhogy Cserháti Évát nagyon tudom nektek ajánlani, én is biztos, hogy fogok még tőle olvasni. A másik női szerzős krimi, amit februárban olvastam, az Molnár T. Esztertől a Szabad esés. Ez a történet is kortárs közegben játszódik, de Németországban, Heidelbergben vagyunk, egy egyetemi város, és itt ölnek meg egy kutató professzort, aki a Heidelbergi Egyetemen tanított és kutatott, és a saját felesége ölte meg a pincében, aki ezt nem is tagadja, de egyáltalán nem hajlandó semmi részletet közölni arról, hogy mi történt azon a bizonyos napon. Ennek a nőnek a védelmét egy olyan ügyvédi iroda vállalja magára, amelynek a vezetője nagyon jó barátságot ápolt az elhunytal, tehát a professzorral, és az iroda vezetője egyébként a feleséget eléggé megveti, hiszen nagyon nagy különbség van a professzor és a felesége között a származásban, az életútban. A felesége ugyanis nem német állampolgár, hanem Erdélyben született, és vannak 100 felmenői, azt hiszem az édesapján pont 100 volt. Egy nagyon tragikus életút van mögötte, és felnőtt életének jó részét prostituáltként élte. A feleség mellé kirendelt ügyvéd egyébként a történet mesélője, vagy elbeszélője, és egy adott ponton nyomozóvá is válik, hiszen sokkal jobban belevonódik ebbe az ügybe, mint amire arra az elején számított, és próbálja kinyomozni, hogy mi rejlik a feleség hallgatása mögött, és mit lehet tudni a házasságukról és a közös kutatásukról. A történet egyébként izgalmas volt, és ha jól tudom, akkor volt is valamennyi valóság alapja magának a bűntének, ami emögött a történet mögött rejlik, és nekem nagyon tetszett az is benne, hogy az ügyvéd életútjába és abba a társadalmi közegbe, amiben ő mozgott, elég részletesen belelátunk. Volt egy-két problémám a könyvvel, illetve ez nem is probléma, hanem voltak benne olyan kis elrejtett információmorzsák, amivel Molnár T. Eszter annyira nem kezdett semmit, én viszont nagyon szívesen olvastam volna. Az egyik ilyen az volt például, hogy az áldozat a Germánia testvériség tagja volt, és erről én meg nagyon szívesen olvastam volna, vagy jobban tetszett volna, ha valami ezzel is kiderül. A másik nagyon érdekes dolog számomra ez a 100 vonal volt, ami a feleség életútján keresztül jelent meg, de ennek se volt akkora súlya, mint amire én gondoltam. Az elején nem baj, ettől függetlenül ajánlom nektek, ha érdekel. És ha már a krimiknél tartunk, akkor mutatom a harmadik könyvet, amit februárban olvastam. Igaz, nem női szerző írta, de magyar krimi, és ez nem más, mint Csabai Lászlótól, a Sherlock Holmes Nyárligetem. Csabai Lászlónak van egy remek történelmi krimi sorozata, amely a 20. század első felében játszódik, és a nyomozó figurája Schiffer Árpád,
akit Szimbádként nevez mindenki, hiszen nagyon kalandos életútja van, és egyébként egy nagyon éleseszű nyomozóról van szó. Szóval az ő kalandját azt már több köteten keresztül végigkövethettük, és a legutóbbi két csabai kötetben Schiffer Árpád talált magának egy nyomozó barátot, méghozzá Sherlock Holmes, és ennek a Sherlock Holmes-szal közös történetnek ez már a második kötete. Az első a Sherlock Holmes Budapesten volt. Maga a történet egyébként 1931-ben játszódik, és Szimbád és Sherlock Nyárligeten vannak, ami megfeleltethető Nyíregyházának, és végig a nyírségi területeken járunk. A krimi kiinduló pontja, hogy megölik a csendőrparancsnokot, és a gyilkost egyébként hamar kézre is kerítik, és bebörtönzik, ő egyébként egy betyár volt. De aztán nem sokkal később a csendőrparancsnok helyettesét, vagy az újonnan kinevezett csendőrparancsnokot is megölik, és ez a gyilkosság azért már kicsit komplikáltabb, mint az előző, úgyhogy ennek a kinyomozására érkezik Szimbád mellé Sherlock Holmes. A korszak és a helyszín leírása, a bemutatása, Csillagos Ötös, Csabai Lászlónak iszonyatosan nagy tudása van erről a vidékről, illetve erről a korszakról is, vagy hát nyilvánvalóan az egész 20. századról szerintem. És ezt nagyon-nagyon szépen beépíti a történetben, rengeteg ilyen művelődés történeti adalékot, történeti, politikai történeti adalékot megtudunk, hiszen maga a történet akkor játszódik, amikor ezen a vidéken éppen választások vannak, és tulajdonképpen egy ilyen választási kampányharcba is belecsöppenünk. Én ezt a szállat az egész történetnek nagyon-nagyon szerettem. Megjelenik ebben a történetben több valóban létező történelmi alak is, például Bajcsi Zsilinszky Endre, és látjuk az ő kampányharcát, illetve megismerjük egy picit a politikai törekvéseit is, de nagyon sok mindent megtudunk a környék kukásairól, a nyírségi kukásokról, akik nem mások, mint a dohánytermesztők. Szóval a dohánytermesztés az egy másik ilyen nagy téma ebben a könyvben, de előkerülnek a betyárok is, és még egy nagyon-nagyon sok minden más ilyen művelődéstörténeti, néprajzi, történeti csemege. Aki szereti a krimikben a történeti vonalat, az biztos, hogy nem fog csalódni ebben a könyvben, hiszen ez tényleg nagyon erős, és ez az egyik erőssége ennek a könyvnek, ez a nagyon remek korrajz és társadalomrajz. A krimi szál is érdekes, bár nem annyira fordulatos, mint mondjuk egy mai krimi esetén hozzá vagyunk szokva, viszont szerintem jól visszaadja a detektív regényeknek a struktúráját, és nagyon jó látni, hogy Szimbád és Sherlock milyen kis logikai csavarokon keresztül jut el végül a megoldáshoz. Maga a megoldás egyébként nekem nagyon tetszett, mert egyrészt egy ilyen csavaros észjárással van Szimbádot és Sherlock Holmes-t illetően, de hát ez nem is annyira kérdés, hiszen tényleg két remek detektívről van szó. Viszont az, hogy mi buktatja le végül a gyilkost, vagy a gyilkosokat, szerintem ez egy remek húzás volt Csabai részéről. Aki olvasta Szimbád és Sherlock közös nyomozásának előző kötetét, az némiképp meglepődhet. Ezen a könyvön egyrészt a mérete az összement, vagy legalábbis sokkal olvasóbarátabb méretre tervezték, mint az előző kötetet a Sherlock Holmes Budapesten, és a Sherlock Holmes Budapestennek a felépítését sem vitték tovább már erre a kötetre, az ugyanis egy ilyen rejtvény krimi volt, vagy valami interaktív krimiként reklámozták, már nem is tudom, de az volt a lényege, hogy volt a történetnek egy alternatív befejezése, amit csak akkor tudott az olvasó végigkövetni, vagy elolvasni, hogyha a könyv végén lévő rejtvényt helyesen megfejtette, és ez alapján sorba állította a történet darabkáit. Ezt a vonalat most ebből a könyvből teljesen elhagyták, viszont azok az illusztrációk, amik az előző kötetben is benne voltak, azok megmaradtak. Illetve megmaradt az alternatív befejezés koncepciója is, két a szerző által Weirdnek nevezett befejezést is olvashatunk a végén. Nekem ez picit fura volt, sőt, nekem egy picit eszementnek tűnt mind a kettő, és úgy éreztem, hogy mintha egy ilyen viccet csinálna Csabai az egészből. Szóval ez a két Weird befejezés nekem egy kicsit így elrontotta az olvasmány élményt, én tényleg nagyon jól meglettem volna nélkülük, de hogyha ezt leszámítom, akkor egy nagyon jó kis krimi volt. Maradjunk még egy picit azoknál a könyveknél, amikről már volt szó valamilyen videóban, és az egyik ilyen egy izlandi könyv, amit már visszavittem a könyvtárba, ez Steinar Bragi-tól a Felföld című Weird Fiction, amit abban a videóban mutattam, ahol azok a könyvek kerültek így bemutatásra, amiktől valamilyen szempontból félek. Ez a történet is egy kortárs közegben játszódó történet, amelyben négy izlandi túrázó hazafelé tartva letér az útról és beleütközik egy házba, amelyet nagyon-nagyon furcsa idős emberek laknak, és elég furcsa dolgok történnek velük. Egyébként maga a történet az nagyon sokáig csak szimplán fura, nagyon sok megmagyarázhatatlan dologgal és eseménnyel, de a vége már azért horrorba hajlik, úgyhogy aki erre érzékeny, az készüljön fel erre. Aztán a történet vége az lehet, hogy megosztó lesz, és sokaknak nem fog tetszeni. Én azoknak a táborát erősítem, akik bírták ezt a befejezést, és nagyon szerettem ezt a könyvet.
A következő könyveket pedig az év első bookhaul videójában mutattam, és jó hír, hogy már el is olvastam őket. Ezek közül az első a Szerhi Zsadánnak a Diákotthon című könyve, amely a Magvető kiadó gondozásában jelent meg a Határhelyzetek sorozat keretein belül. A könyvet egyébként Körner Gábor fordította az ukrán eredetiből, és ez az egyik első olyan regény, amely az ukrán-orosz háború tematizálja. A regény főhőse és elbeszélője Pása, aki tanárember és ukrán nyelvet és irodalmat tanít egy középiskolában, és ott kezdődik a történet, amikor elindul, hogy elhozza az unokaöccsét egy bentlakásos iskolából, hiszen abban a városban vagy városrészben, ez nem derül ki számomra pontosan, ahol az unokaöccse van, ott már nagyon is dúlnak a harcok, és muszáj elhozni onnan a fiút. Még olvasás előtt a főszöveg alapján én úgy értelmeztem, hogy Pása kb. Az egész országot keresztül szeli emiatt a fiú miatt, de aztán kiderült, hogy nem nincsenek nagy távolságok, és túl sok idő sem telik el a regény idejében. 300 oldalas a könyv, és mindössze 3 nap történetét, vagy pár nap történetét meséli el, és egyébként Pása sem tesz meg így kilométerben olyan óriási nagy utat, viszont mindez a dolog, amin keresztül mennek, vagy keresztül megy, aztán keresztül mennek, ez tényleg olyan, mintha évek, évtizedek alatt történt volna meg. A történetben egyébként végig Kelet-Ukrajnában vagyunk, pont azon a területen, ahol az oroszok beüzönlöttek, és a szeparatisták mellé álltak, és nagyon-nagyon pontosan látjuk, szinte ilyen hiperrealista módon látjuk azt, hogy mi zajlik ezen a vidéken, akkor, amikor ez az egész még felkelésnek van álcázva, tehát nyíltan még nem háborúról beszélhetünk, de mindenki számára egyértelmű, hogy itt már kőkemény háború van. Nagyon érdekes egyébként a főszereplő Pása figurája, aki az elején próbál egy ilyen teljesen semleges álláspontot felvenni, és úgy tesz, mintha ez az egész dolog nélküle zajlana, vagy hogy mintha neki ehhez semmi köze nem lenne, de ahogy haladunk előrébb a történetbe, és Pása egészen sok mindent megtapasztal, úgy kényszerül arra, hogy ezt a semleges álláspontját feladja, és szembesüljön azzal, hogy mi történik körülötte. Nagyon erőteljes szöveg, és nehéz is olvasni, de nagyon aktuális, és ajánlom mindazoknak, akiket érdekel, hogy mi zajlik közvetlenül mellettünk. A következő könyvet szerintem rengetegen olvastuk az elmúlt hónapban, ez nem más, mint R.F. Kuangtól a Sárga című regény. R.F. Kuang egy kínai születésű amerikai író, aki ebben a könyvében az amerikai könyvpiacról rántja le a leplet, és nagyon-nagyon sok kritikai témát hoz be ebbe a könyvbe, és szerintem a legnagyobb erénye, hogy enged belelátni ebbe a világba, könyvkiadók, illetve az írók világába, amiről mi olvasók csak gondolni tudunk valamit, vagy sejtéseink lehetnek, de nem igazán tudjuk, hogy mi történik a háttérben. Ezt a részét a könyvnek egyébként én is nagyon szerettem, de azért voltak vele fenntartásaim, de magát az alapkoncepciót, illetve azt a rengeteg témát, amit behoz, azt nagyon szerettem. A történet főszereplője és mesélője egy elég megbízhatatlan narrátor, aki maga is író, és megírta élete főművét, a gond csak annyi vele, hogy ez egy lopott szöveg, ráadásul a legjobb barátjának a szövege. Az alapfelvetést egyébként szerintem mindenki nagyjából ismeri, úgyhogy ezzel nem is húznám az időt, hanem inkább beszélnék azokról a témákról, amik nekem tetszettek, és azokról is, amik nem. Nagyon élveztem benne ugye ezt a könyvkiadás vonalat, hogy tényleg belelátunk olyan dolgokba, amikről nem tudunk, vagy csak sejtéseink vannak, például abban, hogy miből lesz bestseller, és miből nem. Ez egy ilyen olyan kérdés, amit ugye az élet dönt el, vagy az olvasó dönt el, vagy sokkal inkább egy kiadói kérdés, hogy melyik könyvre szánnak megfelelő büdzsét, és melyik könyvre indul be a marketing gépezet, aztán teszik ezt a könyvet bestselleré. Szóval ezek a kérdések szerintem nagyon-nagyon izgalmasak voltak. Én azt csináltam egy picit, hogy ez a szelete a könyvnek egy idő után, mintha egy háttérbe húzódott volna, és sokkal inkább a social médiáról és annak hatásairól volt szó. Nagyon sokat foglalkozik Kuang a szereplőink keresztül a Twitterrel és az egyéb ilyen közösségi véleményformálókkal, és ezeknek a posztoknak, vagy ezeknek a háborúknak a hatásaival, ami egy fokon izgalmas persze, de ilyen mennyiségben engem egy picit untatott, és sokkal inkább szerettem volna a további feldobott témákból többet olvasni. Például a könyviparban megjelenő rasszizmusról, amely mint téma be volt ugyan dobva, de sokkal kevésbé volt kifejtve, mint ez a Twitter vonal. A másik fájó pont számomra a történet vége volt. Én nem teljesen ilyen kimenetelre számítottam, és nem is voltam vele annyira elégedett, de valahol meg tudom érteni, hogy miért ez lett a vége.
Minden esetre egyébként egyáltalán nem bánom, hogy elolvastam ezt a könyvet, rengeteget cetliztem, ami egyébként nem szokásom, csak úgy készültem rá, hogy ez egy közös könyvkibeszélő lesz a Pontos Vesző Paripa Lányok csatornáján, viszont nem biztos, hogy ezen részt tudok venni, de nektek nagyon ajánlom, hogy nézzétek, vegyetek rajta részt, és mondjátok el ti is a véleményeteket. Olvastam a hónapban két finn könyvet is, az egyik Kari Hottakainentől volt, a Tanítvány című regény. Hottakainen tavaly a Margó Fesztivál vendége volt, és volt szerencsém azon a beszélgetésen részt venni, és már akkor nagyon érdekelt ez a könyv, és nagyon szerettem volna elolvasni, de aztán végül csak most sikerült befejeznem egy újult erővel, és egyáltalán nem bántam meg, hogy elolvastam, nagyon-nagyon eszement ez a történet, és nagyon-nagyon sok társadalomkritika van benne. A Fülszöveg és a Molyos címkék pszichotrillernek nevezik ezt a könyvet. Én nem tudom, hogy ezzel egyetértek-e vagy sem, olyan nagy tapasztalatom pszichotrillerek terén nincsen, de talán az a fajta cselekményszövés vagy feszültség, amit mondjuk egy ilyen vérbeli pszichotriller olvasó elvár, azt talán nem tudja nyújtani ez a könyv, de nagyon-nagyon sok minden más viszont igen. Tény és való, hogy feszültség van benne, és egy túszdrámába csúcsosodik az esemény, de tényleg inkább ezen a groteszk ábrázolásmódon vagy látásmódon, és egy nagyon-nagyon éles társadalomkritikán van a hangsúly Hottakainen könyvében. A történet főhőse egy fiatal nő, Maria, aki elért egy olyan pontra az életében, amikor új életet szeretne kezdeni, és teljesen tiszta lapról szeretné indítani az elkövetkezendő napokat, éveket, és hoz egy olyan döntést, hogy ahhoz, hogy ő tovább léphessen, le kell számolnia mindennel és mindenkivel, aki neki ártott valaha az életben. Egyébként az is kiderül, hogy Mariának egy meglehetősen nehéz gyerekkora volt. 5 éves volt, amikor nevelőszülőkhöz került, egy felső középosztálybeli családba. Ez a család egyébként a felszínen egy ilyen mintacsaládnak mutatta magát, akik mindent megadnak a gyerekeiknek, legjobb iskolákba járatják őket, a legjobb különórákat finanszírozzák meg nekik, szóval kb. Minden rendben van. Éppen csak érzelmileg hanyagolták el teljesen a gyerekeket, illetve hát mindenféle szavakkal való bántalmazást elkövettek ellenük, és az apuka, akinek ráadásul volt egy podcast csatornája, majdnem minden adásban a különböző életvezetési tanácsok mellett hangoztatta, hogy hogyan is kell gyereket nevelni, és hogy ők milyen jól bánnak nevelőszülőként a nevelt lányukkal. Maria a könyv elején bosszút áll rajtuk, de nem csak velük van problémája, hanem úgy ámblok az egész világgal, és azzal az álszent képmutató móddal, ahogy a társadalom működik, hogy mindenki nagyon toleránsnak és elfogadónak mutatja magát, de közben nagyon nem ilyen a világ. Szóval kiválaszt még Maria 3 olyan embert, aki szerinte ezt az álszent világot képviseli, megtestesíti. Őket elrabolja, és bűneik megvallására vagy bűnbánatra próbálja őket rákényszeríteni. Cselekmény szinten nagyjából erről szól ez a könyv, nyilván vannak benne még csavarok, amiket nem lövök le nektek, de nem is ezen van a lényeg, hanem sokkal inkább azokon a társadalmi kérdéseken, amiket feldob ez a könyv, kezdve például a nevelőszülőségről, vagy az örökbefogadásról, a társadalmi különbségekről, a társadalmi egyenlőtlenségekről és az egész álszent középosztályról, akik fennen hirdetik például azt, hogy mennyire környezettudatosak és elektromos autóval járnak, de persze azért minden hónapban, vagy minden második hónapban repülővel repülnek ide-oda. Szóval nagyon sok aktuális kérdéssel és problémával szembesít ez a könyv, és az elbeszélője által nagyon-nagyon dühös ez a szöveg, és nagyon kényelmetlen olvasni. Ugyanakkor nagyon is érdemes elolvasni, mert azok a problémák, amiket felvet és amikkel szembesít, azok nagyon fontosak és nagyon aktuálisak. A másik finn könyv, amit olvastam, az Aki Ollikainentől volt, az Éhségév. Ez a könyv az 1860-as évek végére repít vissza minket időben, az utolsó nagy finnországi éhségévek idejére, amely rengeteg ember életet követelt, és tényleg nagyon brutális volt, ahogyan ez a könyv lapján is megjelenik. És szinte olyan, mintha az ember valami disztópiát olvasna, de nagyon is valóságos. A történet legnagyobb része egy Zsellér családról szól, ahol az édesanyja úgy dönt, hogy elindul a két gyerekével, egy csecsemővel és egy kislánnyal az ismeretlenbe, mert annyira nincs mit enniük, hogy a férje már az éhhalál szélén áll, és szinte percei vannak hátra. Szóval, hogy ne jussanak mindannyian erre a sorsra, hátrahagyja a férjét, hátrahagyja a házát,
vagy a házukat, és elindul, hogy valahol élelmet találjanak. Az ő vándorlásukat követjük végig ezen a télen, óriási a hó, alig lehet előrejutni, mindenhol éheznek, de persze van, ahol segítik őket, van, ahol nagyon-nagyon szörnyű dolgok várnak rájuk, és hát egyáltalán nem biztos, hogy elérnek valahova, vagy megoldódik a helyzetük. Azért azt is látjuk a könyv lapjain, hogy nem mindenki nyomorog, és nem mindenki érzi meg ezeket az ínséges éveket, de az ő életük is megváltozott valamennyire, és közben a politikai helyzetet is megismerjük, ahogy próbálnak tenni valamit, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek az intézkedések meghozzák a várt sikert. Nyilván nem könnyű éhező, nyomorgó és teljesen kiszolgáltatott emberekről olvasni, és hát borítékolható, hogy ennek a történetnek nem lesz happy end a vége, de ezért érdemes olvasni a történelem ezen szeletéről is. Olikainen stílus egyébként nagyon nyers és nagyon szikár, viszont az álomleírások vagy az álomképek nagyon szürreálisak, és ez a fajta kettőség nekem nagyon-nagyon tetszett ebben a könyvben. Olvastam a honlapban két olyan női szerzőtől, akiknek ez az első megjelent könyvük, és az egyik ezek közül egy felvidéki születésű magyar író, aki nem más, mint Gubis Éva, és a Mások című novellás kötetét olvastam. Ez a kötet szerintem egy nagyon ígéretes bemutatkozás. 18 novella szerepel ebben a kötetben, és én több mint a felét nagyon élveztem. Változatosak a szereplői, nagyon sokfélék a karakterek, nagyon sokféle hangon szólalnak meg, sokféle problémával találkozunk. Mindennapi hősei vannak, mindennapi szituációkból bontakozik ki a novellák cselekménye, szóval tényleg nagyon változatos és nagyon sokszínű. Több novella is nagyon tetszett ebben a kötetben, és tényleg azt élveztem, hogy teljesen hétköznapi, mindennapi kis mikrotörténésekből bontott ki valami egészen más, vagy egészen különlegeset Gubis Éva. Az egyik kedvenc novellám például egy kádban úszó pontról szól, de nagyon szerettem azt a történetet is, amelyben egy szoptatós fotel adásvétele körül tudunk meg valami nagyon különlegeset a szereplőkről, vagy azt a novellát, amelyben egy osztálytalálkozó a temetőbe kerül megrendezésre, vagy ott találkoznak az egykori osztálytársak. Volt olyan novella is, amely vidéki falunap közegébe vitt, és a polgármester gyötrelmeibe, vagy küzdelmeibe láthattunk bele, és egy másik kedvenc novellám pedig egy olyan feleségről szólt, aki a férjével együtt felvette a falusi csokot, és kiköltöztek vidékre, de aztán ez a feleség nem tud magával mit kezdeni, és rettenetesen unatkozik, és erről szól ez a novella. A másik kötet pedig, amit olvastam, ez nem volt más, mint Gleb Anitától a Pálok, ami egy ilyen egyfajta randizó napló. Ez a történet rövid napló bejegyzésekből áll össze, amelyet kiegészítenek a szerző illusztrációi, és mindegyik rövid bejegyzés egy jól vagy kevésbé jól, inkább kevésbé jól sikerült randit mutat be, amelyet a főhős a Tinderen ejtett meg, vagy hát onnan származnak a jelöltek, és hát nyilvánvalóan nagyon sokféle karakterrel találkozhatunk ezekben a történetekben. A randizás témája miatt abszolút lehetne ez egy ilyen vicces csiklit íromány, de azért ennél szerintem ez sokkal több, vagy jóval több. Igényes a szöveg, nagyon sokat reflektál magára az írásra is, illetve van benne egy csomó önirónia, vagy irónia. Szóval nem mondom azt, hogy egy ilyen hüde nagy dolgot váltott ki belőlem ez a könyv, de szerettem olvasni. Végezetül jöjjön a hónap legfurább olvasmánya, amely nem volt más, mint Bognár Pétertől, a Hajózni kell, én nem kell című könyv. Ezt a könyvet én 2 éve kaptam Hayes-től, amikor a booktuberek a rövid videós szünetemben megleptek egy óriási szeretett csomaggal, és már akkor nagyon felkeltette az érdeklődésemet a cím is, illetve a borító is, meg a leírása is, de aztán nem olvastam el igazából ezt a könyvet, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy most sem ezt akartam elolvasni, hanem Bognár Péternek a második, tavaly megjelent könyvét, a Minél kevesebb karácsonyt, amit el is kezdtem olvasni, de annyi olyan dolgot találtam benne rögtön az elején, amelyben úgy éreztem, hogy visszautal az előző kötetre, hogy úgy voltam vele, hogy azt a könyvet abba hagyom most, és elkezdem a legelsőt. Ez a történet abszolút kortárs közegben, a jelenünkben játszódik, de egy elképzelt, fiktív faluban valahol Magyarországon. És az elbeszélője nagyon különleges, mert nem más, mint Oktáv, aki ennek a falunak a polgárőre. Oktáv egy nagyon-nagyon fura figura, azt is lehetne mondani, hogy nem százas teljesen a pasas. Annyit megtudunk róla, hogy elvált a feleségétől, a könyv végén az is kiderül, hogy miért, ami teljesen ilyen agyameldobom történet, vagy sztori száll benne. Egyébként az egész történet teljesen eszement, és az eszementségét a főhős adja, aki nagyon-nagyon vonzódik az antik görög és római történetekhez, hadvezérekhez, és akár akarják, akár nem, a falu lakói mindig ezekkel a sztorikkal jön elő, és magyaráz a görögökről. Egyébként egy eléggé együgyű figura,
nagyon-nagyon tudálékos, nagyon-nagyon kényszeres, és ez a kényszeresség, tudálékosság és együgyűség iszonyatosan jó módon köszön vissza a szövegben, mert picit olyan az érzése az embernek, mint hogyha Parti Nagy Lajost olvasna, és a Sárbogárdi Jolánt olvasna. Szóval ez az Oktáv is nagyon próbálja elmondani, hogy mi van körülötte, de nagyon nehézkes az egész. Ez az elbeszélésmód egyébként valakinek vagy nagyon bejön, vagy nagyon nem, és akinek nem jön be az első 10 oldal, akkor nyugodtan tegye le, mert ugyanilyen lesz a többi 300 is. Szóval ilyen szempontból nem árul zsákba macskát ez a könyv, akit viszont visznek a sorok, és bevonódik ebbe a nagyon groteszk, nagyon, nagyon magyar világba, az biztos, hogy nagyon jól fog szórakozni. Egyébként maga a sztori az olyan, mintha valami krimit olvasnánk, vagy hát legalábbis inkább valami krimi paródiát, hiszen ez a polgárőr egyfajta nyomozóvá lép fel a történetben, ugyanis a polgármester csomagtartójában egyszer csak találnak egy hullát. Az az ember, akit megöltek, egyébként a falu lakója, és nem sokkal a gyilkosság előtt, vagy hát azelőtt, hogy a polgármester megtalálta ezt a hullát a csomagtartójában, a településen volt egy színi előadás, amely nem sikerült valami túl jól, és ráadásul a polgármester pont elhívta a minisztérium embereit erre az előadásra, hogy nézzék meg, hogy milyen jól áll ez a település, és valami esélyegyenlőségi előadás volt éppen. Szóval pont villogni akart ezzel a dologgal, de nagyon is lejáratódott ő maga. És sokan úgy hiszik, hogy a polgármester valami bosszúhadjáratot indított a darabban szereplők, vagy a darabot készítők ellen, és innen indul a cselekmény. Nagyon sok groteszk és eszemen dolog van ebben a könyvben, amit én nagyon élveztem, csak mondok pár példát. Például van benne egy olyan aprítógép, ami a Fargóban is volt, vagy talán még nagyobb is, mint ami a Fargóban volt. Vagy van benne egy már teljesen misztikus szál, ami egy tolbegyűjtő furgonhoz kapcsolódik, amelynek a hangja állandóan kísérti Oktávot, a polgárőrt, és szeretné elkapni ezeket a tolbegyűjtőket, akik sohasem tűnnek fel, vagy sohasem látjuk őket, és tényleg olyanok, mint hogyha a Twin Peaksből léptek volna elő. Szóval nagyon sok ilyen dolog van benne, én ezeket nagyon szerettem. Egy picit néha én túltoltnak éreztem az leírást, vagy legalábbis az én ízlésemnek már egy kicsit sok volt néha a szövegelésből, de azt is nagyon szerettem, hogy Bognár Péter kicsit kameózik ebben a könyvben, és van ebben a történetben egy Bognár úr nevű író, aki nagyon is szerves része a történetnek, és sok minden dolog történik vele, és sok minden betét is van ebben a könyvben, ami olyan, mintha a Bognár úrnak az írása lenne. Szóval eléggé összetett, akár ilyen metakönyvként is értelmezhetjük. Ha szeretitek a groteszket, és szeretitek a nem mindennapi humort, akkor mindenképpen adjatok esélyt ennek a könyvnek, hiszen tényleg egy ilyen üdeszínfolt a szép próza palettán. Nagyon különleges humora van, és tényleg egy ilyen iszonyatosan görbetükröt tart Magyarország elé. És zárásképpen még egy könyvet szeretnék említeni, amit technikailag már márciusban olvastam, de annyira ide tartozik, hogy muszáj megemlítenem, ez Bognár Pétertől volt, a Minél kevesebb karácsonyt. Igen, befejeztem a Hajózni nem kell című könyvet, kicsit tartottam egy szünetet, olvastam egy másikat, de aztán nekiugrottam a Minél kevesebb karácsonynak is, hiszen nagyon tetszett ez a Hajózni kell, élnem kell kötet, és vártam a következő utazást, vagy a következő Oktáv történetet, Oktáv sztorit. Egy picit csalódás volt nekem a második rész, mert úgy éreztem, hogy ez az Oktáv figura, akit nagyon-nagyon szerettem az első kötetben, megváltozott. Talán az együgyűsége, tudálékossága és ilyen kényszeressége mögül kikopott egyfajta naivitás, vagy legalábbis én ezt az Oktáv figurát az első könyvben egy együgyű, de azért szerethető karakternek éreztem. A második könyvben viszont ez a szerethetősége, vagy ez a naivitása számomra teljesen kikopott. Magát a krimi szállat sem vitte tovább Bognár Péter erre a második kötetre, bár itt is van bűncselekmény, és próbálják ezt az egészet valahogy kinyomozni, de azért nagy kérdés, hogy valóban nyomoznak-e, vagy valami más csinálnak a szereplőink is. Voltak természetesen ebben a kötetben is nagyon felejthetetlen karakterek, és nagyon jó humora volt ennek is, szóval egyáltalán nem bántam meg, hogy elolvastam, és ezt is egy jó kötetnek tartom, csak az előzőhez képest nekem ez egy picit csalódás volt, de a csalódást úgy értsétek, hogy ettől függetlenül örültem, hogy elolvastam. Egyébként az az előzetes félelmem, hogy ez a kötet nem lesz érthető az előző kötet nélkül, nem vált be teljesen, szóval hogyha csak ezt a kötetet szeretnétek olvasni, vagy ezzel szeretnétek kezdeni, az sem gond, mert érthető lesz a sztori úgy is, de maga a közeg és az a kis mikrovilág, amit bemutat a két könyv, az nagyon jól felépül az első kötetben, szóval ha javasoltam, akkor inkább a Hajózni kell, élni nem kell, elkezdjétek. Ezek voltak a februári olvasmányaim, szemezgessetek nyugodtan belőle, nagyon bízom benne, hogy találtok olyat, ami felkelti az érdeklődéseteket, és nem lesz csalódás, ha egyszer elolvassátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, és megnéztétek ezt a videót, találkozunk hamarosan.
Sziasztok!